Mihályfi Balázs a vendégünk, színész, a kollégánk. Jóban, rosszban, rossz hidegben, fiú, melegben. Rossz fiúja, így apostrofáltunk téged. Igen. Ne felejtsük majd el a focit, ugye? Nem, focit nem felejtsük. Mintha el lehetne felejteni, ugye? Így van. Neked van hangod? Mire gondolsz? Hát a tegnapi ordítás után. Igen, a lányom ordított helyettem. Ő ordított? Igen? Igen. Mondtad neki, hogy ordibáljál már, gondolt. Nem, kulcsolóan nézte a televíziót, aha. És amikor gól volt, akkor kiszaladt az udvarra és ordított. Ó, és de jó, ez de jó, jó, ez nagyon jó. Te készültél, gondolom, tegnap? Készültem, igen, szövegtanulás közben néztem. Oda, oda nézegettél. Hát igen, ez a szakma szépsége, nem? Hogy azért, ha másnap vagy aznap este előadása van az embernek, akkor... Nem, most már nincs előadás, nem arra tanultam a szöveget. Na, mire tanultál? Hát a TV2-nek van egy sorozat. Van egy sorozat, tudod, az a... Mi a címe? Hidegben, melegben. Hidegben. Jó van. Jó van, rossz van, igen. Jó, jó, erről is beszélgetek. Jó van, hát tudom, hát ott voltam, hát benne voltam. Persze, nyilván hát, tudod. Persze, hát de... kolléga. De egy tippet azért kérünk tőled a vasárnapi belga magyarra. Figyelj, felírom. Mit tippelsz és az eredményre? Várjál, nem csak úgy faktában tippelsz, ez hanem ennek a jutalma van. Igen. Tehát egy cserében, aki eltalálja a vasárnapi eredményt, annak én aztán csinálok hókusz-pókusz, számisztikailag kiszámolom, hogy mikor lesz jóban, mikor lesz rosszban, mikor lesz hidegben, mikor lesz melegben, mikor a szerelem, mikor a gyerek. Én nagyon bízom a magyar csapatban, tényleg elképesztő, amit művelnek. Na, akkor Balázs, beírta téged. Nagyon elképesztő, amit művelnek, de én igazából a focihoz annyira nem értek, viszont az ilyen világ... Akkor te ösztönösen mondod ezt a számot. Világversenyeket nézem. Két hát számot kell mondani, Balázs, ösztönösen. Csak támpontot. De most így az eddigiek alapján, hogy játszott a csapat melyik, kb. Mit kell mondani? Tehát, két szám, tehát a lehetőség X, és akkor X-elem, jó? Hogy melyik? Hát, ha egyforma két szám, akkor döntetlen. Világos. Ha a magyar csapat, a több színés módja vagyok, van, akkor a magyar csapat. Világos, jó. Tehát döntetlen, vagy nyer, vagy igen. Veszít. Hát igen, mondani, igen, hát ez három, a három lehet, lehet, igen. Egy. Hát én egy-egyet mondok. Egy-egyet igen, mondasz? Inkább, igen. Jó, oké. Egy-egy. És akkor ti, és akkor mit nyerek, de várjál. Várjál, 11-esek meg tovább a magyar csapat? 11-esek meg továbbad, nem, mert döntetlen, tovább kell menni valakinek, ott 11-es döntenek. Hát szerintem... Magyar csapat megy tovább. Azt mondom 11-es. Tessék? 11-esek lesznek a végén. 11-esek lesznek. De ki nyer? A 11-esek megy tovább, végén. Tovább? Magyar vagy belga? Hát magyarok mennek mi? Tovább. Hát hogy ne? De ezt tőle szeretik. Ja, bocsánat, elnézést kérek. Hát helyettem nem volt. Cipzár a számon. Nem befolyásolás. Ugye, ugye? Persze, oké, okay, rendben, világos, egyértelmű. És most te jóban vagy, vagy rosszban vagy? Vagy hogy vagy? Veletek mindig jóban vagyok. Köszönjük. Nincs a világon senki, akivel rosszban lennék. Így van. Egyedül az időjárással vannak problémáim, de az is majd megoldódik december, január. Addigra a legkésőbb. Novemberben már jó idő lesz. Jó van, tehát addig kell csak kibírni, igen. Figyelj, tudod, hogy Horvátország szerelme. Igen, az a szerelme, vagy, igen, ugye? Igen, én igen. Egyszer voltam a Horvátország tengerparton, akkor vittem magammal egy széket, egy napernyőt, elvittem a tengerbe, vagy nem tudom, mi van ott. Az hát van, a tenger van, leginkább. Mert biztos de vannak kisebb tavak ide is. Vízbe, és egész nap ültem. Ugyanezt csinálom. Ugyanezt csinálom? Igen. Tehát nem vagy az, aki elmegy hegyekbe sétálni, nem, fasz, abszolút fokban. Nem. Hát mi nem bírjuk a telet. Én se. Azt a feleségem se bírja, én se, a gyerek se. Így aztán mi csak a nyár, csak a víz, és a passzív pihenés. Passzív pihenés. Amit te mondasz, igen. Hogy kifekszem egy sör, mert többet nem bír a bácsi. Egy sör, így csinálok, néha kinyitom a szemem, mondják, hogy most már menj be az árnyékba, mert most már nagyon piros vagy, akkor bemegyek az árnyékba, akkor szólnak, hogy most már kijöhetsz délután, akkor kijövök, és ezt folytatom. Reggeli vacsora és csodálat. Ugyanarra a helyre mentek, vagy azért váltogatjátok? Igen, ez nagyon bejött nekünk, ez a Rapsziget északi csücskében van egy Lopár nevű hely. Rapsziget Lopár? Lopár az Rapszigetre megy? Igen, igen, és ott van egy nagy hát egy 5 épületből álló nagy szálloda, de egy hatalmas területen oszlik el az a nem kis létszámú nyaraló. Olyan 7-800-an vannak ott. Én először, mikor mentünk 10 évvel ezelőtt, akkor megrettentem, hogy atya úristen, mi lesz itt. És aztán nem találkoztam senkivel. Tehát akkora terület, hogy nem lógunk egymás szájába. És idén a nyáron sok a munka, ugyanannyit tudtok menni nyaralni, mint Hál' Istennek sok a munka, most így az utolsó két hónapban beindult, ugye július végén kezdődik a szünet, akkor van 3 hét pihenésem, abból 1 hét a nyaralás, aztán 2 hét már készülök a következő színházi produkcióra. Majd elmondod azt is, hogy minden közben láttunk néhány fotót, azokat kérjük szépen vissza. Igen. Vélhetően azok is a tengerparton készültek, például ez.
Vélhetően, de ez inkább a Balaton. Ja, értem. Ez inkább az Amárdiba szoktunk lejárni, az a másik kedvencünk, ha éppen nincs a szand, és akkor ott nagyon el tudjuk foglalni magunkat, gyakorlatilag ugyanaz, mint a tengerparton. Ez is? Hát igen. Itt a szemefényeddel. Igen, szemenfényével, szintén, igen. És milyen a következő fotó? Nézzük még egy fotót, mit választottatok ki? Na, hát ő meg ez nem a Rapsziget, hanem ez még a kontinensen lévő kis település, és onnan megy át a komp. A szigetre is ez az. Hát nem rossz környék, tehát ez nagyon hát szép, igen. Kevés olyan hely van a tengerparton Horvátországban, ami ne lenne szép. Mi a tök egyformák, tehát gyakorlatilag 10 év alatt kétszer voltunk benn a városba, Lopárba, mert ugyanaz, ahogy nem... De régen sportoltál. Igen, úsztam és kajakoztam. Igen, de az a víz az mindig jelen volt akkor az életedben. De maradt belőle valami, vagy már inkább a színészére? Hát tudod, múltkor megbeszéltünk. Ez marad, de aztán semmi. Ezt már nem menném fölhúzni, igen. De volt valaha szép, tudod. Csak koncentrálni kell, múltkor megbeszéltük, tudod, az om. Igen. Om, és akkor jönnek az izmok. De komolyabban tervezted? Tehát sportoló szerettél volna lenni, és valahol nem, ez derékba az időben, tört, abban nem az időben, amikor én még fiatal voltam, akkor szinte kötelező volt a gyerekeknek versenyszerűen sportolni, és egy olyan általános iskolában jártam, ahol valamilyen sportot kellett választani, és ez az úszás volt, és aztán amikor azt nagyon meguntam, mert 25 métert oda-vissza abban el lehet szédülni, és akkor volt nekünk egy olimpiai második érmünk kajakból, az Tanyi Zoli, amikor, és akkor beindult mindenki, és akkor a vízes sportnak azt a felét kezdte el művelni, így aztán én is. És a pici lányod merre haladt? Színészet felé, sportolás felé, reggel, vagy a harmadik utat? Reggeltől estig énekes. Igen. De jó. Úgyhogy, hát ez jó volt. Úgyhogy valószínű, hogy arra. Ebben az irányban. Mondta neki, valami normális szakmát is kéne azért. Jó, minden szülő tudod, ezt világos, mondja. Hát nem, mitől lenne normális? Neked is ezt mondták, gondolom. Nálad hogy fogadták a szülők, nekem amikor a színészet nem felé? Mondtak, hála, jó, nem beszéltek le róla. Én Műszaki Egyetemre jártam 3 évig, és aztán ők soha nem tartották rajta. Hát azt nem látták, mert hál' Istennek én Budapesten voltam, meg Győrbe, tehát ezt nem látták. Azt látták, hogy halasztok. Igen. Ott hagyom egy fél évre, meg visszamegyek, meg nem tudom, és akkor a következő információk már csak az volt, hogy fölvettek a színművészetire. Ja, hogy ezt így magadtól eldöntötted, ja, és gyorsan jelentkeztél. Magamtól, akkor már ideje volt, hogy magamtól találjak ki valamit, mert addig ez nem így ment. És akkor a kislányodat tanítatod énekelni, vagy most énekelni egyelőre nem, még csak magától? Nem kell, mert az megy magától, hát azon nincs különösebb. De jár a tanárhoz? A feleségem operaénekes, ezért mond neki tanácsokat, de nem erőltetjük semmire az égvilágon, zongorázni jár, hogy az alapokat tudja, meg szolfés, meg mit tudom ilyenek, de semmi extra dresszúra nincs, hát úgyis annyira le vannak terhelve, hogy elképesztő, persze. Balázs, hát köszönjük hogy eljönni. Legközelebb a kislányoddal együtt gyere, ha tudtok. Hát jó, ha úgy hívtok, nagyon szívesen elhozom. Úgy fogom. Jó, kíváncsi vagyok. Jó, sziasztok. Köszönjük szépen.